9.tv. Otthon, város, Ferencváros. 29 év után új bölcsöde nyílt Ferencvárosban. Elkezdődött a tanév ünnepség a Vörös Sándor iskolában. Humor és borfesztivál hírességekkel e hétvégén Ferencvárosban. Még lehet jelentkezni a vasárnapi félmaratoni futóversenyre. Szeretettel köszöntjük Önöket! A Tali Kálmán utcai Varázskert bölcsöde 40 új férőhelyel várja szeptembertől a legifjabb ferencvárosiakat. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházás ünnepélyes átadóján Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár is részt vett. Mi így sétálgattunk az utcában, és láttuk a táblát, hogy épülni fog az új bölcsőd, és nagyon megörültünk, mert egy nappal Muci születése előtt tették le az alapkövet, úgyhogy mindig úgy jöttünk, hogy Muci, épül a te bölcsid. A tavaly májusi alapkő letételen még kis motorok szimbolizálták a leendő bölcsiseket. Az azóta született legifjabb ferencvárosiak már maguk is ott voltak a legkorszerűbb és legmodernebb elvárásoknak is megfelelő Tali Kálmán utcai Varázskert bölcsőde átadóján. Soltész Miklós szociális és családügyért felelős államtitkár és Lengyel Zoltánné a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények vezetőjének köszöntője után dr. Bácskai János polgármester egy meglepetés dallal készült a gyerekeknek Levente Péterrel közösen. A mai nap éppen megfelelő arra, hogy a hangya holdra szálljon, szánkba a repüljenek, a Varázskert valóságává. És most jön a szalagátvágás? Igen. Éljen! A szalagátvágást követően a bölcsödét birtokba vették a gyerekek. Rozi és Marci elsőként lépték át, tipegtek át a Varázskert bölcsöde küszöbén. Ezután a legkisebbeket Levente Péter műsora várta a Napocska csoportban, a felnőttek addig körbejárhatták a bölcsödét. Államtitkár úr is megtekintette polgármester úr társaságában az épületet. Azt gondolom, hogy nagyon szép lett, a környezet megújult, hiszen láthattuk közösen, hogy hogy nézett ki néhány hónapja, másfél évvel ezelőtt. És hát azt kell mondanom, hogy kivitelezésben is, mind színvilágában, mind pedig hát a felszereltségében első osztályú. Mi az, ami a leginkább tetszett Önnek, amiben akár egyedülálló is lehet ez a bölcsöde? Hát talán elsőként a program, ami egyből kivetíti azt, hogy a gyerekekkel való törődés, foglalkozás, az mindenképp hangsúlyozott. És én nagyon örülök annak, hogy közel 25 főnek tudunk itt a Ferencvárosban, ezen a területen munkahelyet biztosítani. Mindazok a játékok, akár az udvar, ami itt van közelben, és amire kinyílnak a csoportszobák, akár mondjuk a konyhának a felszereltség és minősége. De azt gondolom, hogy mind-mind az biztosítja, hogy a nevelői munka, az itt dolgozóknak a sokkal jobb közérzet és környezet, ami nagyon fontos, és hát persze, ami talán a legfontosabb, hogy a gyermekek nevelése az a legmagasabb színvonalon valósuljon meg, erre adott a lehetőség. Milyen egyediségei vannak ennek a bölcsödének? Családokat támogató szolgáltatásaink, a sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása, időszakos gyermekfelügyelet, a sószoba használat, akkor szükség szerint hosszított nyitva tartást, ami a szülőknek lenne igazán jó, akiknek a munkaidejük tovább tart, mint a bölcsödei nyitva tartás. Akkor lenne pszichológiai és dietetikai tanácsadás is. Uniós pályázaton nyertünk el 244 millió forintot, ezt még az előző önkormányzati ciklusban az előző testület hozott erről döntést, nagyon bölcsen, hiszen már éppen itt volt az ideje, hogy a gyerekdal is mondta a bemutató a bevezető műsorban, és sajnos 4,5 év kellett ahhoz, hogy az átadásra sor kerüljön, amiből nem az építés volt a leghosszabb, hiszen ez rekordidő alatt, szűk egy év alatt megvalósult ez a gyönyörű szép épület, szinte hiba nélkül. Ehhez tettünk még hozzá egyéb pályázati forrásból 100 milliót, és a maradék közel 200 milliós összeget pedig a Ferencváros önkormányzat a nézők, a ferencvárosok pénzéből egészítette ki, és így sikerült ezt a nagyon modern és nagyon vonzó és szép bölcsödét középső Ferencvárosban, város rehabilitáció szívében átadni. Nagyon nagy igény volt rá. Mondhatjuk már, hogy teltházas a bölcsőde, de minden helyre jelentkeztek? Igen. Májusban már a jelentkezőket
fogadtuk, és éve feltöltöttük a 40 férőhelyre. És az időszakos ellátásban a 10 férőhely is tulajdonképpen majdnem hogy foglalt. Honnan érkeznek a gyerekek elsősorban? Hát innen a belső Ferencvárosból, így azért az Apróháza bölcsőde, a Rádai bölcsőde azért egy kicsit tompul a jelentkezők, illetve a várólisták sok száma, mert ugye amíg ez a bölcsőde nem működött, addig a Rádai bölcsődébe volt egy jelentkezők nagy száma erről a területről. A fiam ide jár az óvodába, a következő épületbe, és hát nagyon örültünk, hogy ráadásul még az a könnyebbség is megvan, hogy egy helyre kell őket összeszedni, meg egy helyre hozni, meg hát közel lesznek egymáshoz. Mondták, hogy itt a 9 körületben fog épülni egy új bölcsi. Szóval láttuk az építkezést, és gondoltuk, hogy itt, és akkor bejöttem érdeklődni, és így találtunk rá szerencsére. Itt laktak a környéken? Igen, itt a Lenhossék utcában, igen. Úgyhogy közel is lesz akkor. Igen, hála Istennek ez a reggel 5 perces sét, amíg jól is fog esni. Még annyit szeretnék jó hírként elmondani, további 28 férőhelyjel bővül majd Ferencváros bölcsődei férőhely szolgáltatása, hiszen a József Attila lakótelepen, ahol szintén nagy szükség van új bölcsődei férőhelyekre, ennyivel tudjuk bővíteni a Manólag bölcsődét. Az idei tanévnyitó ünnepséget a lakótelepi Vörös Sándor általános iskola és gimnáziumban tartották. Az oktatásban zajló fontosabb változásokról is szó lesz összeállításunkban. Tetszett a nyár, sok helyen is voltam, nagyon jó volt. Kicsit vártátok már a sulit? Én nem nagyon. Én is nagyon vártam. Végre másodikas vagyok. Mi tetszik a leginkább a suliban? Nekem az, hogy találkozhatok a barátaimmal. Kedvesek az osztálytársaim, meg a tanárok is kedvesek. A Vörös Sándor általános iskola és gimnáziumban tartott kerületi ünnepi tanévnyitó mutatkozott be az iskola új igazgatója, Kormos László Károly. Idén szeptembertől még 2 kerületi iskolában választottak új igazgatót. A telepi Károly iskolát ezután Laut Gábor, a Kosztolányi Dezső általános iskolát pedig Dicső István vezeti. Török Alfrédnak, a Molnár Ferenc általános iskola igazgatójának pedig újabb 5 évre meghosszabbították igazgatói kinevezését. Az ünnepi tanévnyitón az iskolák üzemeltetője, a Ferencvárosi Önkormányzat részéről Formanek Gyula alpolgármester köszöntötte a diákokat. Beszédében ismertette az önkormányzat által önként vállalt támogatási rendszert, mellyel a diákokat és szüleiket segítik. Azért, hogy a tudás mindenki számára elérhető lehessen, tartjuk fent az önkormányzati támogatási rendszert, ezért van tankönyv támogatás, kerületben lakó általános és középiskolások diákok számára, ezért adunk elsősöknek tornazsákot, ezért kap minden általános iskolás füzetcsomagot, ezért támogatjuk eszközökkel a diáksportot, ezért rendezünk kerületi szintű diáksportrendezvényeket, és biztosítunk forrást a táboroztatás és étkeztetés támogatásához, és megsorolhatnám. Ferencvárosban élő szülőként büszke vagyok arra, hogy kerületünkben nem kötelező, hanem önként vállalt feladatként az önkormányzat ennyiféle módon tudja segíteni az iskolákat, az iskolás gyerekeket nevelő szülőket. Dr. Tolnai Marianna, a 9. kerület tankerületi igazgatója köszöntőjében a pedagógusok életpályamodelljéről beszélt. Szeptembertől további fontosabb változások az oktatásban, hogy bevezetésre kerül első és ötödik osztályban választható módon az erkölcstan vagy hit és erkölcstan oktatás. Az első, második, ötödik, hatodik, kilencedik és tizedik osztályosoknak heti 5 testnevelés órája lesz, általános iskolában pedig az iskolai foglalkozások 16 óráig tartanak. Az egyik Rádai utcai étteremben tartották az idén 3. alkalommal e hétvégén megrendezésre kerülő Humor és Bor Fesztivál sajtóbeharangozóját. Humor és bor mellett sok-sok program is lesz idén a Bakás téren és a Rádai utcában. A fesztivál ingyenes.
Az előrejelzések szerint jó hír, hogy jó idő lesz a hétvégén. Ezzel kezdte Őszi Tóth Gábriel, a Humor és Bor Fesztivál megálmodója, a rendezvényt beharangozó sajtóebédet, amin részt vett Dr. Bácskai János polgármester, az esemény fővédnöke, továbbá a fesztivál támogatói és fellépő művészei, és persze a kiállító borászok. A Rádai utcában idén is jobbnál jobb borokat kóstolhatunk, a jó hangulatról pedig a bor mellett Maksa Zoltán, Orosz György és Redenszky Marika humoristák gondoskodnak, és a további több tucat program, amelyek helyszíne a Bakás tér lesz. A sokszínű program kínálatot a szervező Ferencvárosi Művelődési Központ részéről Tóth Betty megbízott igazgató ismertette. A rendezvényeken fő szerepe van ugye a bordaloknak, tehát már visszamegyünk a reneszánsz zene segítségével a reneszánsz korba, és tulajdonképpen minden korból a zenei csemegéket is úgy válogattuk össze, hogy országosan híres, sőt világhíres együttesek is előfordulnak majd a rendezvényen, mint például a Vivát Bacchus, aki szintén a bordicséretét zengi, vagy a világhírű Hard Jazz Band, aki szintén vidám programot fog idehozni, vagy a Spear Brass koncert, akik nagyon humorosan a humort és a zenét összeötvözve adják elő majd produkcióikat. A sztár vendégek mellett pedig az volt a célunk, hogy a ferencvárosiaknak is helyt adjunk, tehát a ferencvárosi művészeti csoportok, kulturális egyesületek most kifejezetten arra kértük meg őket, hogy a borral kapcsolatos, humoros és vidám műsorokat hozzanak el. Nagy öröm számunkra, hogy a Humor és Bor Fesztiválra Ferencváros testvérvárosai is meghívást kaptak, és itt lesznek. A Király Helmeciek egy fotókiállítással készülnek erre az alkalomra, amit pedig a Pince Galériában fogunk bemutatni. Úgy szerveztük meg a programokat, hogy ez egy pezsgő, igazán izgalmas kulturális egyveleg legyen, és nagyon sokféle műfajt behozzunk. Én azt gondolom, hogy a legfőképpen a humor hiányzik az emberek életéből, és ma szükség van erre, hogy humorizáljunk, hogy bagatelizáljunk, hogy magunkat kinevessük, nem csak a színházban, nem csak a moziban, hanem egy ilyen humor és borfesztiválon, és nagyon jó alkalom arra, hogy az emberek meghívják azokat a barátaikat, ismerőseiket, vagy azokat a régi ismerőseket, akikkel hosszú évek óta vagy évtizedek óta nem találkoztak, hogy egy kellemes környezetben újra fölvegyék a kapcsolatot, újra beszélgessenek, és mondom, a humor az minden gyógyszernél többet ér. Az idejévnek egyik nagyon fontos momentum a lecsófőző fesztivál, illetve a lecsófőző verseny. Az éttermek lefőzik a lecsót, és a hírességek fogják elbírálni. Lehet, hogy jövőre a hírességek főznek, és az éttermek bírálják, még nem tudom, hogy lesz. Próbálunk minden évben fejlődni. Tavaly volt a borvacsorák hétvégéje, minden étteremben egy-egy borvacsora is volt. Ma a hírességek hétvégéje, Humor és Borfesztivált csináljuk ebbe az évben. Tehát így főznek a hírességek könyvből, nagyon sok hírességet elhívunk, hogy legyen itt a Rádi utcában, sétálgasson, kóstolgasson. Ezzel is népszerűsíti a Rádi utcát, mert ez egy nagyon klassz utca, ez a gasztronómia utcája lehet, lesz, és ebben serénkedünk. Szeptember 8-án vasárnap rendezik meg a 28. Nike Budapest Nemzetközi Félmaraton ferencvárosi helyszínekkel is. Aki elég edzettnek érzi magát, még a héten jelentkezhet a versenyre. A Nike félmaratoni futóverseny 9. kerületet pont ezen a részen fogja érinteni, hiszen a mezőny a budai oldalról, itt a Szabadsághídon érkezik át a 9. kerületbe, és a Corvinus Egyetem mellett elfutva az alsó rakparton fut a résztvevők tömege a Margit híd irányába, a parlament felé. A résztvevők tömegében előreláthatólag hány ferencvárosi futó lesz majd? Hát erről ugye nincs statisztika. A 21 kilométeres félmaratonra is már 6-7 ezer nevező van. Ezekből persze vannak külföldiek, és nyilván sok vidéki futó, de rengeteg lehet a budapesti, közt a 9. kerületi lakós is. Akkor népszerűsítsük most a futást itt Ferencvárosban is. Milyen felkészültség kell ahhoz, hogy valaki neki merjen vágni a félmaratonnak? Hát egy ilyen félmaratonos távolság, ami ugye 21 kilométer, hát ez azért mindenképpen egy több hónapos előedzettség kell, különben nagyon nagy fájdalmak lennének a végén.
hogy megbosszulja magát a dolog, ha valaki úgy belevág, hogy nincs megfelelő edzettségben. Lehetőség van ezen a versenyen is páros és háromfős trió nevezésre, ami lehetővé teszi azt, hogy aki úgy érzi, hogy még nem annyira felkészült, de azért sportos és futott már az elmúlt időszakban, hogy így baráti társaságban ismerősökkel benevezzenek. Előtte egy-két nappal már az irodai és az online nevezés az adminisztrációs okokból azt akkor már lezárják, de a helyszínen még mindig lehet nevezni. Következő nagy esemény a sportirodának, ugyancsak itt Budapesten, ami érinteni fogja ezt a hasonló útvonalat, az október 13-án ugyancsak vasárnap megrendezésre kerül nemzetközi maraton, ami a legjelentősebb maraton itt az országban, a legnagyobb létszámú, szintén sok külföldi résztvevővel, de ott is lesz lehetőség 4 fős csapat részvételre, ahol nem a 42-es maratoni távot, amire ugyan a maratoni hős görög katona volt csak képes, hanem 4 darabba akár kisebb edzettséggel is teljesíteni tudja a résztvevő. A 9.tv heti híreit láthatták. Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Ferencváros futballmérkőzéseit felvételről ezután a 9.tv-n is megtekinthetik. Szeptember 2-ától a hétvégén tartott mérkőzéseket először hétfőn este 22 óra 30 perces kezdettel láthatják. A meccseket péntekig minden nap 14 órától és 22 óra 30-tól ismételjük. E héten a KTF Phoenix Mecano elleni mérkőzést tekinthetik meg. Érdemes lesz tehát velünk tartani e héten is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Kilenc pont TV. Otthon, város, Ferencváros.